Már ma is készültek város szerte Putyin látogatására. Tilosban parkoló autókat szállítottak át más utcákba, és a csatornafedeleket is lehegeztették. Közben több ellenzéki párt is tiltakozó akciókat szervez Putyin látogatása miatt. Az Együtt felvetette, hogy közösen tiltakozzanak, de a mostani állás szerint a Momentum és az LMP is külön fejezi ki a nem tetszését. Egymás után szállították el a tilosban parkoló autókat a Papp László sportaréna mellől, a környező utcákba vitték át őket. Itt lesz ugyanis az a cselgáncs világbajnokság, ahová Putyin is ellátogat. A környéken az összes csatornafedelet lehegeztették már, a városban pedig napok óta készülnek az orosz elnök érkezésére. Amerre jár Putyin, mi ott leszünk. Készül az Együtt is, úgynevezett mobil tüntetést szerveznek, vagyis mindenhol tiltakoznak, ahol az orosz elnök megfordul. Juhász Péter szerint Putyin azért jön Magyarországra, hogy közvetlenül felügyelje Orbán Viktor politikáját. Nem véletlen, hogy találkozni fognak ők is, és nem véletlen, hogy Putyin egy teljes delegációval, miniszterekkel kiegészült delegációval érkezik. Nyilvánvalóan azt sejthetjük, hogy a Paks 2 beruházás pont úgy szóba kerül, mint az egyéb korrupciós lehetőségek, amelyek által gazdaságilag kiszolgáltatottá tehetik Oroszországnak Magyarországot. Szijjártó Péter szerint Putyin programjának egyik legfontosabb része a cselgáncs világbajnokság megnyitója lesz, de fontos gazdasági kérdésekről is tárgyalnak majd. Az orosz elnököt ugyanis elkíséri az egészségügyi és a sportminiszter, valamint itt lesz a Paks 2-t építő Rosatom vezetője is. Ez világosan mutatja azt, hogy a kétoldalú munkatárgyalásoknak a legfontosabb elemét a két ország közötti energetikai együttműködés, valamint az egyre inkább fellendülőben lévő kereskedelmi-gazdasági együttműködés trendjének a fenntartása fogja jelenteni. Az a probléma, hogy a paksi beruházáson mindig zárt ajtók mögött tárgyalnak, véli az LMP, így semmit nem lehet tudni a részletekről. Mi azt valószínűsítjük, hogy azért itt valami komoly probléma lehet, hogyha Putyin állandóan ide jár Magyarországra, és állandóan személyesen a legfelsőbb állami vezetők szintjén tárgyal Orbán Viktorral. Itt biztos, hogy valami probléma van a háttérben. Mi egyébként ennek nagyon örülünk, mi is azon vagyunk, hogy ezt a Paks 2 beruházást megakadályozzuk. Ezért is szervezett tiltakozást az LMP. Tiltakozik a Momentum is, egész nap tartanak különböző akciókat. Azt kifogásolják, hogy, mint mondták, Európa helyett egyre inkább Oroszországhoz köti az országot a kormány. Az ijesztő, hogy közben meg a nyugati partnereink egyre inkább kihagynak minket. Ahogy látjuk azt, hogy a V4-ek is kezd felbomlani tulajdonképpen, hiszen Szlovákia és Csehország is egyre inkább a mag Európához kíván tartozni, míg Lengyelország és Magyarország pedig nem. Ez éppen annyira veszélyesnek tartjuk. Mi azt gondoljuk, hogy nekünk is ehhez a közeghez kell tartoznunk. A Momentum hétfő este egy fáklyás Európa menettel zárja a tiltakozási akciósorozatát.